Azon lehetne vitatkozni, hogy üdvözlendő-e ez az irány, minden esetre réges-rég elmúltak már azok az idők, amikor a 325 darabból álló Galaxy Explorerhez hasonló készletek még óriási legószetnek számítottak, hiszen a dán cég az utóbbi években számos gigantikus modellel állt elő, elég csak a 9090 kockából megalkotott Titanicra, vagy a 10.000-es határt is átlépő, másfél méter magas Eiffel-toronyra gondolnunk. Bármekkora mértékben is hódítanak azonban teret a megalomán szettek a hivatalos kínálatban, számos rajongói alkotás jócskán túltesz a gyári koncepciókon, amelyekre most ebben a videóban hozunk is néhány látványos példát a kortalan játékrajongóinak. Kezdjük is rögtön egy olyan építménnyel, amely nem annyira a méretével, hanem a kidolgozottságával kelti fel a figyelmünket. Egy ismeretlen mesterműve az alábbi működőbánya, ami számos jelenetben örökíti meg a föld alatti kitermelést, tel is tele mozgó elemekkel és valósághű LED fényefektekkel. A mi kedvencünk talán a működő futószalag, eltekintve persze a WC-n kuksoló melóstól, akit annyira hajtott a szükség, hogy még a munkavédelmi sisakot sem dobta le. A videó leírása szerint a feltöltő egy barátja építette meg az ízléses szekrényben prezentált szettet, az viszont sajnos nem derült ki a posztból, hogy hány darabból állhat az építmény. Nekünk minden esetre instant eszünkbe jutotta az 1999-es Rock Raiders témát az iszonyú menő Chrome Crusherrel és a Tunnel Transporttal. Egyesek szerint George Lucas óriási hibát követett el azzal, hogy a Star Wars előzmény trilógiában akkora hangsúlyt fektetett a Galaktikus Köztársaság bukásához vezető politikai folyamatok tárgyalására. A Sithek bosszúja óta eltelt közel 20 év, és az erősen véleményes Disney folytatások viszont mindent megszépítettek, így ma már könnyű lázba jönni a Galaktikus Szenátus tanástermének 500.000 LEGO kockából felépített mását. A Brickstory Builds 4 méter széles és 2,4 méter magas modellje egy LEGO technik alapú kereten nyugszik, Palpatine szószékének burkolatához pedig Mickey és Minnie egerek fejét használták egy másik szetből, ami persze totál Star Wars konform, hiszen már mindkét franchise ugyanahoz a céghez tartozik. A készítők még arra is figyeltek, hogy tisztelegjenek a bajós árnyakban látott E.T. cameo előtt, és a híres földön kívüli fajtársainak is helyet szorítottak a tanácstermet benépesítő minifigurák között. Az Egyesült Államok haditengerészete 1944-ben állított a szolgálatba a története utolsó csatahajóját, a Mighty Moe-nak is becézett USS Missourit, amely nem csak arról híres, hogy 270 méteres testével a kategóriája leghosszabbja, hanem például arról is, hogy a japánok ennek a fedélzetén írták alá a kapitulációt a II. Világháború záró akkordjaként. A manapság múzeumhajóként szolgáló monstrum ordít egy óriási LEGO másolatért, az alábbi nagyjából 600.000 kockából álló modell pedig méltó is az úszó legendához. A kocka Missouri első, időközben tovább tökéletesített verziójának megépítése több mint egy éven át tartott, a mozgatható ágyukkal ellátott fedélzetén pedig több mint 500 LEGO matróz sorakozik, ami még úgy is látványos, hogy az igazin közel 2000-en szolgáltak. Ha esetleg a többszörös díjnyertes modellt nézve beugrott a Csatahajó című 2012-es film, az nem véletlen, hiszen a Torpedo mozis feldolgozásában is a USS Missourit bevetve álltak szembe az űrlényekkel. Már is folytatjuk, de ne feledjétek, ha tetszik, amit láttok, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára és dobjatok a videóra egy lájkot. Most viszont már pörgünk is tovább. Mostanában cseppet sem rossz The Witcher rajongónak lenni, hiszen Sapkowski mester már javában írja az új regényt, miközben úton van az első videojátékos feldolgozás remake-je, és a várt The Witcher 4 fejlesztése is új szakaszba lépett. Bármelyiket is várod a legjobban, valószínűleg téged sem, hogy hidegen, Kaer Morhen erődjének LEGO változata, amely 80.000 kockából állt össze. A több mint 45 kg-os építmény a készítője szerint nagyjából 8000 dollárnyi, jelenlegi árfolyamon közel 2,9 millió forintnyi elemet igényelt, és 300 órán át tartott felépíteni. Az erődött benépesítő figurák többsége hivatalos LEGO kastélyszettekből származik, Geralt fehér hajára viszont egy csodanő készletből tett szert az építő. A lenyűgöző alkotásról a leírásban találtok további, nagy felbontású képeket.
ha már a LEGO bevételeinek komoly hányadáért a saját univerzumot képező Star Wars felel, talán nekünk is elnézitek, ha két szettel is képviseltetjük a kategóriát ebben a gyűjtésben. Jó okunk van erre, hiszen Mark Borlase Hotti csatája mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Az óriási terepasztalt összerakó mester évek óta tökéletesítgeti a művét, amely a Csillagok háborúja szaga legikonikusabb jelenete előtt tiszteleg. A durván 1,8x4,8 méteres építmény több mint 250 ezer kockából áll, magába foglalva a csatateret, az AT-AT lépegetőkkel, a menekülő lázadókat védő óriási ágyút, a birodalom által támadott pajzsgenerátort és a jégbarlangba ágyazott bázist is az ezer éves sólyommal együtt. Az elképesztően részletes alkotás abszolút magáért beszél, de azért felhívnánk a figyelmet arra az ügyes technikára is, amivel Borlase realisztikusnak ható havat alkotott a fehér kockákból. A csempék egyszerű lerakásra helyett különböző, enyhén eltérő magasságban és szögben rögzített bizonyos elemeket, így azok a hepehupás talajt és a valódi hó csillogását is egész élethűen imitálják. Ennek a videónak a készítésekor minden idők legnagyobb hivatalos LEGO készlete az Art World Map, amely egy 11.695 kockából álló, művészi hatású térkép, egy kreatív redditező pedig ezt kombinálta a világ leghíresebb városait bemutató LEGO Architectures Skylines sorozattal. Az eredmény egy mutatós fali dekoráció, ami ugyan eltörpül a lista többi szereplője mellett, de az ötletessége miatt bőven van hely ebben a válogatásban. Habár a kivitelezés nem nehéz, aki hasonló dekorra vágyik, annak mégsem lesz egyszerű a dolga. A legnagyobb gond az, hogy az Art World Map-et már nem forgalmazzák, így az egykor 99 ezer forintos készletet már többnyire csak nyerészkedőktől vaskos felárakkal lehet beszerezni, illetve a Skyline szettek mindegyike sem kapható már, amelynél a bolti áron is darabonként 12-15 ezer forintos költséggel kellene számolni. A készítő minden esetre úgy satszolja, hogy neki 860 dollárba, vagyis kb. 310 ezer forintjába fájt a termékek beszerzése. A Harry Potter témájú legók hivatalos készletként is nagyon népszerűek. A téma Szent Grália pedig a 2018-ban piacra dobott Roxford kastély 6020 kockából álló másolata. Na de mi van, ha valami ennél is nagyobbra vágyunk? Azt bizony magunknak kell megépítenünk. A cseh Marek Menzel pedig kimaxolta a műfajta a több mint 1 millió kockából álló varázssuliával. Az egy teljes, nem is kis szobát elfoglaló építmény olyan, mintha csak LEGO formát öltött volna a filmekben látott Roxford boszorkány és varázsló képzőszakiskola. Az építés folyamatáról egy látványos timelapse videó is elérhető, amely megmutatja, hogy már az óriási mennyiségű elem menedzselése is embert próbáló kihívás lehetett. A 2014-ben megszületett mű egyetlen gyenge pontja, hogy hiába a hatalmas méret, az iskola belső terei közül egy sem került kidolgozásra. Cserébe viszont vannak olyan rajongói projektek is, amelyek inkább erre fókuszálnak, például ez, amit itt is láttok. A cseh Roxfordról egy jókora képgalériát is megosztott az alkotó, ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Maga a LEGO még nem fedezte fel magának a Cyberpunkot, így minden ilyen rajongói alkotás kincs a maga nemében. Alig ha születhet azonban olyan építmény, amely túlszárnyalja a Brickworld Chicago 2023 keretében felhúzott New Hashimát, egy egész Cyberpunk várost, ami nem csak a több millió kockából álló roppant méretével, de a részleteiben is példátlannak mondható. A működő vasutakkal, gépekkel, kijelzőkkel és rengeteg LED világítással felturbózott kockaváros megszületéséhez 60-80 ember összehangolt munkája kellett, de sajnos már nem létezik, mivel a kiállítást követően szét is szerelték. Cserébe azonban egy 2,5 órás riportfilm és egy részletes blogpost is megörökítette a csodát, így biztosan nem fog feledésbe merülni. Bármilyen lenyűgöző is a Cyberpunk világ, egy régi vágású, klasszikus LEGO város valószínűleg minden valamire való rajongónak meglágyítja a szívét. A jó hír, hogy a műfaj egyik etalonjáért csak a bajorországi Rosenheimbe kell menni,
Itt található ugyanis a Bob Brickman néven alkotó Markus Ungermans és a Brickstory közös múzeuma, amely több terepasztal mellett minden idők egyik, ha nem a legnagyobb LEGO városának is otthont ad. Az osztrák származású Ungermans építményének még a 2014-es a LEGO kalandban látott város is csak jelenthet. Az óriási település egy régi stílusú belvárosból és kikötőből áll, amit egy erdő borított, a hegység köt össze egy idilli, favázas szerkezetű házakból kialakított falucskával. A terepasztalnak nincs olyan pontja, ami ne lenne meghökkentő aprólékossággal berendezve, az íre pedig a működő vasútvonal teszi fel a pontot. Ez azonban még messze nem a végleges állapot. Ahogy a videó is mutatja, már gőzerővel épül a repülőtér, és még egy jókora üres rész is van az asztalon. James May neve nem csak a Top Gear című autós műsor rajongóinak lehet ismerős, hiszen a brit újságíró az évek során számos egyéb produkcióhoz adta a nevét, köztük a játékokról szóló James May's Toy Stories-zal, amelyben egy életnagyságú LEGO házat is felépítettek még 2009-ben. A 6 méter magas épülethez 3,3 millió kockát használt fel a projektben résztvevő 1000 önkéntes, akik csak annyit csaltak, hogy egy fa szerkezetre húzták fel a működő WC-t és forró vizes tusolót is tartalmazó otthont. A ház azonban nem maradhatott fent sokáig, mert egyrészt nem kértek rá építési engedélyt, másrészt az építkezésnek helyt biztosító borászat is igényelte a lefoglalt földdarabot. Mélyék ugyan megpróbálták elintézni, hogy az építmény a windsori Legolandbe kerülhessen át, ám a park végül túl magasnak ítélte a szállítás költségeit. A Daily Mail korabeli cikkéből kiderül, hogy a Legoland illetékesei elégedetlenek voltak, amiért nem vonták be őket a projektbe, mivel elmondásuk szerint nekik lettek volna olyan javaslataik, amelyek már a kezdetektől szem előtt tartották volna az átköltöztethetőséget. A színpompás ház így végül lebontásra került, a kockákat pedig eladományozták. Nektek melyik építmény jött be a legjobban a felsoroltak közül? Írjátok meg kommentben! Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!